Kérdez Marietta, nagyám ott az alkoholizmus, meg a, hol a falusi Edike, meg a Mankóni, na ez a trió. Hölgyeim! Tart. Elmagyaráztam önöknek, de most fölteszem újra Twitterre, de az a hosszú hajú fiatalember, lélekbeszélse kiózanodni, odafigyelni, jó? Akit fölrakok a Twitterre, hosszú hajú fiatalember, úgy hívják, hogy Anubis, így írom, hogy Anubis, ez a neve, és őt úgy hívjuk, hogy a főnök. Men képzeld, de Marietta, meg a falusiak, meg a Mankomónak, ez a Henny bebaszott, azt állította, hogy az ő férje, mert ez a hosszú hajú srác a férje, az a maffia főnök. Marietta, te ismered ezt a Henny lányt, ő szokta szemplámacsálni, szervizeljed, jó? Tehát össze-vissza beszél. Hogyan lenne már a férje önnek kisasszony, kisasszony? Hogyan lenne már az ön férje, ez az Anubis tiszteletéhető fiatal meg maffia főnök, hogy egy apparátust üzemeltet fegyverek nélkül? Egy cégvezető. De őt hagyják már? Össze, Henike, mi a életem? Gyere szempillácsához, értesz, jó? Mert azt szépen csináltad, jó? Hogy lenne már ő maffia főnök kislányom? Kisasszonyka, ne hazudgációzzon, jó? Az ön férje, ő, egy pillanat, ha referelni akar rá, ő egy cégvezető, úgyhogy egy vezérigazgató helyettes. Ezért úgy hívjuk, hogy főnök. Majd meglátják mi. Majd így kell róla beszélni, mert a főnök azt mondta, az minket most nem érdekel, nagyon helyes, nem, megmondtuk, hogy itt a főnök leugasson, nagyon helyes, de majd ne. Tehát ő a főnök, egy apparátust üzemeltet, és nincsenek fegyverei. De. Ő a főnök, úgyhogy Anubis. Hogy ellene már az a maffia? Most ezt hagyjuk, ezt a maffiát is, jó? Tehát egy pillanat. Az Anubisnak az a neve, hogy a főnök. A maffiában úgy szoktuk egymást szólítani, mint itt. Ez a füttyös Johnny, nálam az Igi, az a Lea, majd meglátják az ki. Igi az a húzós kocsis. De nem ők a maffia, csak így mondom, érted? Tehát, hogyha maffia lenne, akkor én mondanám, most végig a női maffiát. Tehát van a doktor Árva Ilona, a Bajer Erzsébet. Ez a Györgyike, a közjegyző, az Évike, aki az apostíos, Biró Marietta, a Falusi, de a Mankó Móni, az a másik nőegyetes, a nagycsaládos, ez a női maffia. Ki hiányzik még innen? Nem tudom, de még eszem jut. Ez a női maffia, de úgy szólítjuk egymást, hogy Erzsó, meg Marietta, Ica, tehát ott nevek vannak a maffiába, jó? Na, maguk? Tehát a Henny össze-vissza beszél már, mert